A Bátai Szentvérkegyhely Magyarország egyetlen római katolikus temploma, ahol a középkor folyamán eukarisztikus csoda történt. Emléke fent maradt és mindmáig őrzik. Az idei eukarisztikus kongresszus során még hangsúlyosabb, kiemeltebb szerepet kapott az egyházmegye és az egész európai keresztény közösség életében. Az évek során kedvelt és már hagyományos zarándoklatokra, az előző évekhez hasonlóan nem csak Bátaszékről érkeztek zarándokok, hanem az ország különböző településeiről is. Több osztály is vállalkozott arra, hogy csatlakozzanak egy általuk kitűzött célért. A Szent Mór iskola központról jöttünk a hatodik A osztállyal, és most Bátaszékről indulunk, és a Bátai templomba még a kegyhelyre, a Szentvérkegyhelyre. A zarándoklaton közel 1000 ember fordult meg, és minden korcsoport képviseltette magát. Tolnáról jöttem, és most már talán negyedik, ötödik alkalommal járom végig ezt az utat. Az idei zarándoklat célja a Pécsi Egyházmegye püspök által meghatározottak szerint a papi hivatásért és a családokért való imádkozás volt. A Bátaszékről indulóknak körülbelül 10 km hosszú távolságot, míg a zarándoklatot Mohácson kezdőknek mintegy 24 kilométert kellett megtenniük úti céljuk eléréséig. A gyalogosok mellett kerékpáros és motoros zarándoklat is indult. Hagyományos zarándoklaton vagyunk, ahogy az elmúlt években is Bátáról, innen Bátaszékről és Mohácsról indul a gyalogos zarándoklat. Ebben az évben püspök atya meghatározta számunkra a zarándoklatnak a célját és a tartalmát is, a családokért zarándokolunk. A családokért imádkozunk, a katolikus iskolák, a zarándok hívekkel együtt. 1539-ben a török támadások során lerombolták a templomot, majd 1938-ban újjáépítették. A 2020-as évben Ferenc pápa Bazilika Minor címet adományozott a felújított kegyhelynek. Az ünnepi szentmisét Felföldi László pécsi megyés püspök mutatta be a jelenlévő papság celebrálásával. Csak annyit akarok és annyit szeretnék, hogy üljünk le, találkozzunk, beszélgessünk, figyeljünk egymásra, és hallgassunk Jézusra. Mert van gondolata, van üzenete nekünk, mindnyájunknak külön-külön is, és családjainknak. És ez az a közösség titok, ami megerősít. És miért akar Jézus leültetni? Hogy javítsa a szívünket, ahogy ott az apostolokét, hogy erősítsen a küldetésünkben, a szeretetünkben és a jóságunkban. Ezért vagyunk itt is. Egy picit jobbként kell hazamennünk. Jobb nagyszülőként idősek, jobb anyaként, jobb apaként, jobb papként, mert a holnaptól nem lesz bennem egy jobb érzés, hogy még szebbet, még többet tudok az Istennel kihozni az életemből, akkor nem voltam itt.